Na, üdv mindenkinek, itt egy Robi, pmlradio.hu, egy USB töltő bemutató lenne ez a kis videó. Többször lett volna már szükségem olyan USB töltőre, jobban mondva, ami USB-ről 5 voltról tud üzemelni, tehát akár powerbankról vagy napelemről, amivel nem csak a lámpáknak vagy a rádiónak a 18650-es lítium-ion celláját tudom tölteni, hanem akár a fényképezőgépnek, vagy a kis rádiónak a nickel metal hidridaksiát. Hát van ilyen, és egy ilyen kombinált eszköz, van belőle egyes verzió, ez a Li-Tokala nevezetű eszköz, ez a Li 100-as, ez az egyes. A hátulján fel is van sorolva szépen, hogy milyen fajta cellákat tud elfogadni, és milyen fajta töltési árammal tud dolgozni. Hát maximum 5 volton 1 amperrel tud, nickel metal hidrid, ugye a nickel kadmium, ebből a 2A-s, 3A-s, A-s, E-s, C méretűeket, a lítium ionból pedig a 26650-estől kezdve a 10440-ig le tud kezelni mindent, ugye ez egy ilyen állítható rögzítés. Ő automatikusan fel is ismeri, hogy milyen cellát, milyen akkumulátort helyezünk be, és a plusz bónusz, hogy powerbankként is tud üzemelni, természetesen egy lítium-ion celláról használjuk powerbanknak, tehát azért egy sima ceruzaelemet, azért ceruzaaksit ne rakjunk bele. Viszont mivel kombinált eszköz, nem kell mindenféle töltőt cipelgetni magunkkal, elég egy ilyet vagy egy ilyet elvinnünk, mondjuk azért egy fényképezőgében van 4 darab 2A-s, úgyhogy egy 2-es töltő már jobban tud üzemelni. Hát most nézzük meg, én most belerakok ide egy 2A-sat, ide meg belerakok egy lítium-ion cellát. Ez itt most mutatta is a töltés szintet. Itt mutatja, hogy ugye 75%-ig van feltöltve, de bedugjuk neki a powerbankot, és akkor tényleg tudjon dolgozni. Adunk neki áramot a powerbankról. Na, itt bal oldalt mutatja, hogy nickel metal hibrid akkumulátorról van szó, a jobb oldalt pedig mutatja, hogy ott pedig mutatja a lítium iont mutatott, ugye 3,7 voltot, és most mindegyiket szépen elkezdte tölteni, és mutatja, hogy 0,5 amperrel töltünk. Hát most, mivel 2 amperes a powerbankunk, megpróbálunk átváltani 1 amperes töltésre, és akkor ugye picit jobban tud tölteni. Ő teljesen automatikusan végzi a töltést, és a töltés végén le is fog kapcsolni. Plusz van bennük egy olyan funkció, hogy felélesztő töltés, úgyhogy ha picit mínuszba merült az akkumulátorunk, akkor rajthatjuk, és ő elkezdi töltögetni olyan szintig, amikor már tényleg neki tud állni tölteni. Ezt még nem próbáltam ki, de majd ki fogom próbálni. Ugyanígy mutatja a töltésjelzést az egyes cella is, és azon is ugyanúgy ott van az USB ajzat, és 500 mA-rel lehet terhelni, tehát egy kis powerbanknak 500 mA-es fogyasztással tud dolgozni. De majd ezt is leteszteljük egy kis terheléssel, és majd ezt is be fogom mutatni. Na, itt a töltés szépen megindult, úgyhogy töltögeti az akkumulátorokat, és jelen pillanatban ugye nem 220-as adapterről használom, hanem hát akkumulátort töltünk akkumulátorról, egy powerbankról használom, de ugye ezt nyugodtan használhatnánk egy USB-s napelemről, vagy bármilyen más USB-s eszközről, akár a laptopnak az USB-jéről is. Na, röviden, gyorsan ennyit akkor erről az egyszerű lítium-ion és egyéb aksi töltőről. Ez is pici, könnyű, könnyen elfér egy kis táskába, akár a fényképezőgép mellett, vagy a rádió mellett. Mondom, nekem most a legfőbb ér az volt, hogy a 3 darab cellát a JMB 200-ashoz tudjam tölteni. Erre pedig teljesen jól megfelel.
úgyhogy egy USB hubbal a két cellát lehet tölteni. Persze mellett a fényképezőgép celláit is tudom töltögetni, úgyhogy nem kell nagyobb aksi töltőt vinni magunkkal. Na, egy Robi pmlradio.hu, ez pedig egy kombinált kis USB-s töltő, ami powerbank is egyben. Sziasztok!